Na csácsomi, sziasztok gyerekek, üdv a csatornán! Keeper jelentkezik egy új videósorozattal, de előjáróban szeretnék beszélni erről a játékról, és igazából arról a dologról, hogy hogy kapcsolódik az én életembe a Division. Amikor el szokott jönni ez a téli időszak, hát olyan nem olyan régen jelent meg a játék, de amióta így megjelent, meg amióta így találkoztam vele, amikor eljön ez a tél, akkor elő szoktam venni egy filmet, mindig, télen, amit szoktam nézni, és elő szoktam venni egy játékot, amiben játszom. A film az nem más, mint az Aljas 8-as, a játék az pedig nem más, mint a Division 1. És megvan a Division 2 is, de nekem a Division 1-nek van egy olyan epic hangulata ezzel a téli, elhagyott New Yorkos millióvel, hogy egyszerűen engem ez így levesz a lábáról, engem annyira be tud szippantani ez a havazás, nem is tudom elmagyarázni, hogy pontosan miért, de itt télen mindig így megjön a Divisionhoz a hangulatom, és úgy gondoltam, gameplayen kívül szoktam leginkább játszani vele, de úgy gondoltam, hogy egy konkrét, teljes végigjátszást toljunk erről a Divisionra, még én se játszottam végig, mert igazából mindig odáig jutok el vele, hogy játszok bele télen, és akkor játszok jó pár órát, és akkor utána mindig újra kezdem, mert igazából mindig szeretnék így belemerülni az egész történet szába, de végig soha nem vittem. Úgyhogy arra gondoltam, hogy csinálunk egy új karaktert, elvileg hol kell, hogy igen, egy új játékot, és akkor az elejétől végig csapatjuk ezt a csodálatos játékot, ami szerintem mindenképpen megér egy misét. Hogyha gondolod, akkor maradj itt velem. Imádom ezt a játékot. Nem is tudom, egyszerűen nem tudom, szuperlatívuszokból tudok beszélni erről a játékról leginkább. Nem tudom, remélem a feliratokat sikerült bekapcsolnom. Az a lényeg, beszélek róla így előjáróban, jó srácok, hogy amíg megy az intro. Látjátok, hogy pont Black Friday-kor kezdődött a dolog, ugye, ami most van, konkrétan Magyarországon is, meg a világban is. Valamilyen új vírus szabadul el, ami a pénz által terjed leginkább. Ugye nagyon sokat cserélődik a pénz az emberek között, ahogy kereskednek, ugye vesznek dolgokat, főleg Black Friday-on, ugye, ahogy megindul a kereskedelem, még inkább ez hatványozódik, és ilyen brutál, ilyen vírus kezdi kiirtani az emberiséget. És New Yorkban van, természetesen az a dolog, és lezárják New Yorkot, és ilyen alvó ügynökeket hívnak be, hogy rendet legyenek New Yorkba, és mi is ilyen alvó ügynökök vagyunk, akit értesítenek, és be kell menni, mint hogyha besoroznának minket, és nekünk kell elintézni a káoszt, meg kellene oldani itt a dolgokat, ami természetesen lehetetlen, mert borzalmasan elszabadul a pokol az utcákon. A bandák küzdenek egymással, szekták, akkor ugye bűnözők vannak, közben a civilek is ott vannak, amiket nem meg kellene védeni. Ugye erről szól, hogy most aktiválnak minket. Ugye mindenki, aki ilyen alvó ügynök volt, annak van egy ilyen órája, ami így bejelez, hogy igen, aktiváltak minket. We are your co-workers. We are your neighbors. We might even be your friends. And when we get the call, we leave everything behind. We are the Division. És ugye aktiváltak minket is, és konkrétan egy karakter kreálással kezdődik a dolog. Már alig várom egyébként. Nem egyszer kezdtem újra ezt a játékot, de már most alig várom. Fejmozgatás. Ugye itt tudod megcsinálni ugye a karakteredet. Egyébként Bundy Amerom nagyon ajánlottam a játékot, de remélem nézi a sorozatot, aztán hát, hogyha megtetszik neki. Ugye ez leginkább egy olyan játék, hogy single playerbe és kooperatív módba is tudod játszani, multiplayerbe is, másokkal, de ne is rohanjunk annyira előre. Először is férfiak legyünk természetesen, és választunk egy arcformát, amelyik úgy nagyjából így bejön nekünk. Olyan túl sok egyébként opciónk nincsen, bár általában mindenféle maszkot, sapkát, mindenféle gírt használsz, úgyhogy az amiatt ugye nagyon nem is kell. Hát nem is tudom, hogy melyikek legyünk gyerekek.
Lehet, hogy ez a férfi, ez így, nem tudom melyik illene hozzá. Lehet, hogy leszünk ezek a néger csávok, mondjuk ezek a fekete csávok. Jó, bőrszín. Ja, bőrszínt azt tudok választani így is, úgyhogy ez jó. Okay. Nem leszek ezzel. Inkább legyen ő. Jó? És akkor legyen egy kicsit sötétebb bőrszíne. Ez jó. A szemszíne az maradhat fekete. Igazából legyünk hatékonyak, próbáljunk meg az átszázásra menni, hogy minél sötétebbek legyünk. Hát nem úgy gondoltam. Legyen hajválasztás, vagy az milyen legyen? Mert tényleg majdnem mindig sapkát, meg mindenfélt fogunk hordani, úgyhogy... Hát legyen ez mondjuk. Hajszín az lehet az. Ismertető jelek. Csepp helyek. Legyen rajtunk csepp hely, gyerekek. Hát legyen rajtunk, ilyen jó parásan nézzünk ki. Jó? Harcedzettek vagyunk. Harci festés. Na az mindenképp, azt nagyon bírom. Hogy milyen ilyen sávokat... Jaj, bocs. Harci festés. Mintája. Nekem ez így bejön. Oké, és akkor minél sötétebb végig. Nem lehet teljesen sötét. Jó, ilyen legyen. Így. Ilyen jó sötét legyen. Ez tetszik. Oké. Mi van még? Tetkó. Lehet tetkó is. Tetoválás. Legyen az is, gyerekek. Így a nyakunkon, nem? Ilyen jó bereszül fogunk kinézni. Jó sok tetoválás van, azt látom, gyerekek. Azzal nem aprózták el. De itt az elején volt ilyen teljes nyakas, az tetszett. Na, valami ilyesmi szerintem. Mondjuk ez jó lesz, gyerekek. Így fogunk kinézni, tetkó jelensége. Ez is tök jó, hogy lehet állítani. Oké, kiegészítők. Piercing. Legyen a piercingünk. Hát szerintem az ne legyen. Ó, de van, ja, piercing és napszemüveg. Na, akkor legyen napszemcsik. Milyen napszemcsik vannak? Az az izé, ez. Az ilyen munkavédelmi napszemüveg, nem? Oké, ennyi? Oké, meg vagyunk? Rendben. Ugye egyébként egy csomó minden kiegészítőt fel tudsz venni, ezer fajta ruha van, meg minden. Oké, megerősítés. Aktív ügynök keeper. Rendben. Ügynök felhatalmazása. Oké, gyerekek, vágjunk bele a lecsóba. Úgyis sapít meg mindent fogunk hordani. Tényleg egy kicsit inkább próbáltam ilyen jó... System analytic computer is activated. All ISAC systems are confirmed online. Ugye az elején ilyen izé van, ilyen tutoriál szempontból. Oké, viszont az optionbe belemegyünk. Egyébként az nagyon érdekes a játékban, hogy akármikor nyomsz escape-t, vagy akármikor nyomsz térképet, akkor se áll meg a játék, hanem így kivetődik egy ilyen holografikus kijelzés szerint. A tájba. Ugye full magyar a játék gyárilag, úgyhogy tényleg mindenkinek ajánlom, aki például nem milyen tökéletes angolsággal van. A grafiká, nem a grafikán, az ultra van minden szerintem. Hangon akarok egy kicsit párbeszédek hangerejét, mert itt nagyon dumál. Úgyis kiírja, értitek. Lehet, hogy nem tudom mennyire húzzam le. Oké, jó, ez így nem. Oké. Az egér az böszme gyors. Nekem alapban is gyors az egerebb, úgyhogy azon még állítok. Egér érzékenység nincs olyan magasan, de úgy látom, hogy ez... Aha, várj, egér és egér szerzős érzékenység, azzal is biztos meg leszek áldva. Oké. Céltávcső érzékenység, ezt mind lehúzzuk egy kicsit. Oké. Még így is majdnem. Jó, oké. Na, akkor el kell rejtőznünk. Ugye fedezékrendszer van. Elbújunk szépen, kontroll. Amiket szét kell lőni. Elsődleges fegyverteszt sikeres, válts oldalfegyverre. Ugye úgy működik, hogy többfajta fegyvered lehet. Oké, okay, megoldottuk ezt a tesztet. Jó, mehetünk tovább. Üdv a fedélzeten ügynök, Louis, észak-keleti részlegem parancsnoka, azért aktiváltuk, mert Brooklynban kezdett elmenegesedni a helyzet. Az ISAC lényen ismerik a státuszát. Menjünk a legközelebb menedék felé. Jó. Ugye vannak ilyen menedékek, amik ilyen safe zónák, és ott konkrétan
tudsz vásárolni, kraftolni, meg mindenféle ilyen érdekes dolgot, föltölteni a muníciódat, de egyébként úgy van, hogy ez a fegyver, ugye ez a primary, azt hiszem, vagy a secondary, ez ilyen végtelen lőszerrel rendelkezik, de ez csak pisztoly, ugye? Tehát, hogyha valami gond van ezzel, mindenképp tudsz lövöldözni. Van ez a fegyver, ugye, ami SMG, vagy pedig G-fegyver, vagy shotgun, vagy ilyesmi lehet, ami ilyen kétkezes. Aztán, igen. És van egy harmadlagos is lesz, egy slot, amin a nehezebb fegyverek lehetnek, például sniper, ha jól emlékszem, remélem, hogy jól emlékszem. Egyébként szerintem a grafika nagyon jó, nagyon egy kicsit ilyen GTA 3-ra, vagy GTA 5-re emlékeztet, szerintem annál jobban néz, főleg a fény effektek. Nagyon imádom. Jó, veretjük neki, oké, gyerekek? A sztori is egyébként ott van, na igen, és ha belépünk egy safe zone-ba, akkor látjuk a többi játékos, akik éppen ott vannak. Ez úgy van, hogy konkrétan akkor látod. Ez olyan, mint hogyha egy safe zone-ben lennél mindenkivel, hogyha GTA 5-ben, amikor tudjátok, egy mapon lennél mindenkivel, de csak ott látnád, ahol belépünk ide. Tehát, ugye megmutatom, hogy bemegyünk. És akkor, hogyha itt van játékos, akkor azt látjuk. Hát most pont úgy látom, hogy Nuku játékos itt. Egyébként ez a kezdőzón, úgyhogy valószínűleg azért is itt kevés a player. Na, mi az, amit kell csinálnunk? Igen, beszélnünk kell. Egy ügyügyet kell, aki nem így van, hanem más felé van. És ugye látjátok, hogy itt van nem tudom. Ügynököt kereshetünk, az azt jelenti, hogy ugye multiplayerbe léphetünk, kooperatívba, felszerelésboltba adhatunk, vehetünk, viszont ide kellene bemennünk most. We're losing this whole neighborhood. Riders are moving through, in force, headed this way. Put your people there. I see someone else got the call. I'm Agent Fei Lau, Division. Activated the same time as you, part of the second wave of us going in. Itt kell felvennünk, ugye? És küldetéseket kell csinálni, ugye? Ilyen ügynökként. We don't have the luxury of failure. Not with Manhattan under lockdown and Brooklyn on the brink. People like me and you. We're what's left to hold the line. With any luck, we'll have more to go on once we rendezvous with the commander. More about the situation, about who's turning the streets into a war zone. Anything that's gonna help us do what we're supposed to do. So excuse me, Lieutenant. Officer Hazen and his team are handling situation reports. If you're looking for a hotspot, that's who you want to talk to. Kell beszélni egy tiszttel, az elvileg valami eligazítást tart. Feature activation at the terminal to enable Directive 51 operational status and equipment. Ja igen, eddig nem most látszanak, ugye látjátok, itt van például ő egy játékos. Ott a szintje, ugye egyes szint, meg ott a neve. Ott egy játékos, egyes szintű. Ugye ők is most kezdték, ahogy én, szóval azért vannak itt ilyen kevesen. Két player van, ha látom, ebbe a safe zone-ba. Ugye, hogyha én kilépek innen ebbe a safe zone-ból, látjuk a playereket. És elvileg, hogyha kimennék, ott már ugye ők nem látszanának. Tehát ezzel az ajtók kivennek, akkor ők már nem látszanak. Na, de viszont mit kellene csinálni? Felszerelés, bolt, minket nagyon nem érdekel. A lőszerkészletet ugye itt újra lehet tölteni, minden safe zone-ban van egy ilyen. Látod, repeszgránát is volt. És itt van egy tiszta, ahol küldetést tudunk fölvenni. És most a mapon meglátszanak ilyen mellékküldetések. Megküldetések. Ezután az mapon meg tudom nézni. Jó, menjünk ki. Ja nem erre kell kimenni. Hülye voltam az előbb, akkor rosszul voltam. Na láttátok, most bejött egy ügynök. Akkor látszott. De hogyha innen kimegy, akkor ugye már nem látszik. Ez tök jó meg van oldva, mert így töltés nélkül konkrétan tudod megcsinálni azt, hogy játékosokkal vagy éppen szívülbe. Valami gészletet kell visszaszerezni, ugye? Mutatja is, hogy hol. Úgyhogy megyünk arra. Sajnos... Mi ezt nyom le? Az ELT a képesség képet, az aktivált, bekészíts egy képességet el. Ugye ilyen képességeket, ilyen skilleket is
tudsz megtanulni és aktiválni, amik tök hasznosak. Például van ez a pulz, és akkor hozzá tudod rendelni a Q-hoz, vagy az E-hez. Hát akkor nem még csak az E-hez, mert az van unlockolva. Oké, mondjuk hozzárendeljük ezt. Tehát nyomok egy E-t, akkor van egy ilyen képességem, hogy egy ilyen laptopogató impulzust tudunk kibocsájtani, és akkor meg tudja jelölni az ellenfeleket. Plusz még ez buffolni is tud minket. Úgyhogy ez egy jó dolog, de egyébként vannak különböző ilyen, hát ez ilyen perkek vagy skilleknek nevezhető. Vannak amik ilyen technikaik, amikből ugye mondjuk pajzsot tudsz lerakni, vagy gyógyítani tudsz, vagy gépágyot tudsz lerakni, egy csomó fajta létezik ezekből. Igen. Jó, gyerekek, akkor mehetünk is szerintem. Ugye most nyomok egy E betűt, akkor van egy ilyen letapogató impulzusom, és ott látni, hogy van ott egy ellenfél, és ki is írja a képernyőre, hogy mennyi van összesen. Jó. És szó. Egyébként nem grindolós a játék, tehát nem kell ilyen folyamatosan csinálni ugyanazokat a küldetéseket, hogy így értelmesen haladjál, egyáltalán nem ilyen. Hogyha csinálod a story mission-t, nöket, akkor tök jól tudsz haladni. De egyébként érdemes a side questeket is csinálni, mert tök érdekesek, izgalmasak, én nagyon szerettem őket minden, az összes küldetést. Na itt kell, ja, nem itt kell, merre kell menni? Ah, oda kell menni, de ugye vagyok. Meg itt kommandózok, mi? Fényeffektek baromi jók, ahogy bejössz, kimész valahonnan, ilyen HDR effektek, nekem ezek tök bejönnek. Ugye mászni lehet mindenhova is, ahova akarsz, meg ahol itt perpsz elérsz. Mindjárt megnézzük ezt a csávót, ott van valaki. Várjál fel. Okay. Hát itt meg vannak halva, hogy látom az ügynökök ma. Ja, tényleg használom. Igen, felvettem a lootot természetesen. Hogy... Mármint a cuccokat föl lehet venni, és ugye... Missing supply crate located. Ugye leginkább arra is hegyeződik ki a játék, hogy minél jobb cuccokat szerez. Mert ugye nem mindegy, hogy mekkorát sebzel, hogy milyen fegyvered, milyen cuccaid vannak, milyen gíred van, az fontos. Milyen küldetéseket tudsz ugye később bevállalni. Egy szar fegyverekkel ugye nem tudsz jó, erős, nehéz küldetéseket csinálni. Letapogatjuk, hogy biztos lássuk az összes ellenfelet, kettő darab van. És akkor kicsit közelebb megyünk, mert ezzel a fegyverrel azért nem nagyon lehet snipolgatni. Egyébként nézzétek, milyen tök jó interakciók vannak a környezettel, például, hogyha elmegyünk itt, akkor becsukja az ajtót, de rendesen oda egy mozdulatot is tesz rá. A fedezékrendszer gyönyörűek ki van találva. Nem tudom, mivel kell gránátot dobni. G-vel, ja, ott mutatja is. Ugye nincsen kifejezett hát, hanem ide kivetíti nekünk a különböző dolgokat. Figyeljetek, én dobok egy G-t. Szerintem. Bár megmondom őszintén, hogy kell. Na jó, van, nem. Szóval. Baszik. Egyébként nem az a játék, az... Egy megvan. Nem az a játék, ahol ilyen iszonyat őrült berohanásokat tudsz csinálni. Ugye ott a HP csíkunk, az a három csík. Hogyha azon belül maradunk, egy HP csíkon belül maradunk sebzésbe, akkor az visszatöltődik, de hogyha egy lemegy, akkor már nem. Warning. Hostile forces approaching. Ajaj. Azért menekülök, már jönnek. Aha. Meg is jelöljük őket, szuper. Ez egy árvált a pisztolyra, mert igaz, hogy az... Hát, hogy az nekem jobban fekszik. Ugye fejlővést kellene erőltetni.
látom, a V-n van első segélycsomagunk, ezt be is nyomtam. A legjobb helyzetben. Jó. Megtörtént az esemény, gyerekek, bocs, hogy pusoltam. Na, egyébként, hogyha van valami loot, ugye, ami cucc a földön, akkor látni lehetett, most fel is vettük például, első segélycsomag. De ugye vannak komolyabb cuccok is, például talán itt bent. Körülnézzünk, gyerekek, nagyon gyorsan, mert itt mutat valamit. Mit kell itt? Érdemes ugye átkutatni, különböző ládák lehetnek, amiben jó cuccok vannak. Ezt meg kell jelölni. Confirmed. Pickup marked. GTF notified. Szerű. Most itt egy láda. És ebben van egy kesztyű, amelyik jobb, mint az enyém, mert nekünk nincs semmi most jelenleg. Úgyhogy lehet olyat, hogy tárgy felvétele, teljes kifogyasztás, vagy pedig használatba vétele. Tehát, hogy instant így föl is vesszük, mint kesztyű. Tehát, úgyhogy most már van egy kesztyű. Úgyhogy ez egy tök jó. Úgyhogy ezt a küldetést meg is csináltuk, ennyi volt a lényege, ennyi volt a feladat. M-ben ugye ki lehet választani a térképen, hogy esetleg mit szeretnénk megcsinálni. Ugye van itt egy mellékküldetés, meg itt is egy mellékküldetés, van róla leírás is. Hogy például, hogy mit kapunk érte, mi a jutalom. Ugye itt írja, hogy ments ki a civil túszokat, azt kellene csinálni. És ott van, hogy mit kapunk érte, pénzt kapunk érte, 35-öt. XP-t kapunk érte, ugye tapasztalati pontot, amiből majd különböző fejlődünk, és ugye különböző perkeket, skilleket nyitunk meg, amivel jobb képességeink lesznek, és kapunk érte egy rohampuskát. Itt meg kapunk érte egy maszkot. Hát megcsinálom ezt, srácok. Ti kiválasztjátok, tök jó, mert ugye mutatja, hogy hol kell menni, mint a minimapon, mint pedig egyébként itt érdemes leszkenelni és látni, hogy azok civilek. Szóval azokat nem kellene lelövöldözni. Jó, oda kell menni. Gyors utazás csak safe pointok között van. Ugye egy darab safe pointot ismerünk, ilyen bázis-szerűt. Tehát akkor még a gyors utazás nagyon nem működik. De oda szépen oda sétálunk, aztán megcsináljuk. Közben érdemes figyelni, hogy véletlenül nem botlunk bele valakibe. Valamikor lehet ilyen random tárgyakat találni, például itt valamit mutat. Ugye a minimumot érdemes... Ó, itt van. Ez egy ilyen lőszeres láda, szuper. Ugye a minimumot lehet figyelni, és ott mutat ilyen különböző dolgokat, amit le lehet szedni. Egyébként föl lehet mászni, mit tudom, kamion tetejére, vagy amit akarsz. Szóval ilyen kiválaszthatod tök részletesen, hogy te éppen hogy szeretnél támadni, és ez tök jó benne. Hát itt is leszkeneljük, mert itt sokan vannak. És hogyha odaérsz valahova, ahol van küldetés, akkor ugye, juss be az alagútba, akkor itt már át is vált. Tehát nem úgy van, hogy most odaérünk, és akkor tölt egy küldetéshez, hanem tök real time, így beváltasz. Már a küldetést csinálható odaérsz. Juss be az udvarba, ott írja ugye a feladatot. Igazából ott van főküldetés, ugye civileket kell kimenteni, meg be kell jutni most egy udvarba. Az a folyamat megy. Hát most egy ilyen HKMP5-ösünk van, hogy csak hostile presence detected. Nem megyünk rá. Oké. Lesz kell, nem? Ezek mind rossz fiúk. Nem tudom, hogy az hogy van? Aha, jó.
Ez egy nagyon jó dobás volt, gyerekek. De még jönnek, úgy látom. Még egy granátot meg kell küldeni nekik. Vannak elég sokfajta ellenfél egyébként. Itt még annyira nem felfedezhető. Úgy látom, ezt meg is csináltam. Egyébként jobb felső sorokban látni ugye, hogy mennyi XP-nk van, meg hogy hányas szintűek vagyunk. Többször a sole és mindenféle szuper tapasztalati pontot kaptunk, nagyon bereszegve voltunk. Megnézzük, hogy van-e valahol loot. Úgy látom, nincs. De itt valamit mutat. Ja, itt jó, itt ez nem az. Oké, be kell menni. Menj ki a túszokat, mert azt még azt nem csináltuk meg. Igen, jó, itt találtunk egy fegyvert, látod? Ez egy M870 Express. Mindet felvesz, hosszan nyomjuk, kész, meg is föl is vettük. Egyébként az I betűvel, az inventory-ben vannak ugye a cuccaink. Ja, igen. Itt vannak a cuccaink, például itt vannak, igen, itt vannak az elsődleges fegyverek. Ugye le tudok váltani erre, ha akarok. Itt van ez egy sörétes puska. Itt van a sebzése, itt van a lövés per perc, és itt van a tárméret. És ugye össze lehet hasonlítani a másikkal. Pontosság, újratöltési sebesség. Ennyi statja van ezeknek a fegyvereknek, meg néha vannak ilyen módosításaik, például rohan puska, plusz 3,5% megingás, tehát visszarugás. Meg tudjuk nézni ezt, ugye ennek a sebzése jóval nagyobb, látod, de ugye csak 75-öt tudsz lőni vele, és 50 a tárba. Pontossága, hatótáv, meg ezek meg szarabbak. Ezt meg ugye sorozatot tudsz lőni vele, 800-at lősz vele, de csak 151 lövésnek a sebzése, és 32 a tárba. Szóval ezekre érdemes figyelni. Ugye például a sörétes puska lehet, hogy rosszabbnak tűni, viszont hogyha melbelősz valakit 1056-ot sebzel, ez meg csak 120-ot. Úgyhogy megpróbáljuk a rohan puskát, miért nem használhatba vesz, és akkor szuper. Egyébként egy csomó mindent, kiegészítőket tudsz rászerelni, hogyha van, természetesen. Egyébként van itt kinézet, nézzük meg milyen kinézetünk van. Itt vannak a nagy csodás kinézeteim. Rakjunk ilyen törzsi motivumokat, vagy nem tudom mit. Ezt szoktam szeretni, ezt tetszik használatból, ezt fel is rakjuk rá. És akkor így néz ki. Oké. Meg esetleg valami kiegészítő? Nincsen? Kicsi optika van rajt. Egy csomó mindent lehet egyébként módosítani rajt. Jó, megyünk egy kicsit sörétesre. Ugye ez távolra nem a legjobb, de ott a pisztolyunk esetleg távolra. Oké. Szuper. Jó. Így akkor megszereztük. F-kinyitás. Kiszabadítva, megkaptuk a pénzt érte, megkaptuk a tapasztalati pontot, kettes, és kaptunk egy fegyvert. Nagy felvétel. Kaptunk egy új fegyvert, most megnézzük, hogy ez esetleg jobban, mint a miénk. Nyomunk egy inventory-t ugye. Ugye nem össze-vissza rakja a cuccokat, hanem például rányomsz így, fegyverek, és akkor itt van sorba. Melyiket kaptuk? Ezt, ugye? Ez még jobb, mint a miénk. Úgyhogy ezt felszkinezem, szkinezetet ugye rárakjuk, és akkor azt vesszük használatba, gyerekek. Az jobb. Ugyanúgy néz ki, ugyan a típus, csak ugye ez egy nagyobb sebzésű, meg jobb. Meg volt ott még valami, ugye armoroknál van egy jobb páncélunk. Az is szuper. Oké. Másunk egyelőre nincs. Oké, és kacsa. Veredhetjük tovább. Mehetünk ki innen. Van még egy küldetés, azt megcsináljuk, aztán akkor igazából szerintem ez a videó lehet, hogy ennyi volt, de nem. Csináljuk csak. We've got people in real pain who need those drugs. Morfiumot kell keresni. See if you can recover that crate. Kapunk érte egy maszkot, kapunk érte 1500 XP-t, meg 35 kreditet. Jó. Menjünk, aztán csináljuk valami morfiumkeresést. Egyébként dinamikusan változó időjárás és napszak.
van, tehát éjszaka is van, valamikor esik a hó, valamikor süt a nap, valamikor ködös az idő, szóval egy csomó minden ilyen változó tud lenni a játékban. Jó, köszönöm. Kicsit magasról ugrás van. Amint látjátok, ugye karácsony van, mármint az akart lenni, itt mind ki vannak diszítve a fák, tök jók a fényeffektek, bejönnek. Én azt mondom, hogy baromi jó néz ki ez a játék, amikor kijött, akkor extrém jól nézett ki. De most se. Panaszkod halt. Néhány civil elkezd veled beszélgetni, azt nekik dolgokat, akkor adnak cserébe dolgokat, szóval elég sok az interakció, az ők és környezettel is. Extrém részletgazdag és bonyolult különben a környezet, és aminek köszönhetően rengeteg féleképpen tudod megoldani a feladatokat. Ugye itt még a nagyon kezdetleges az a... Hoppá, na. És látjátok, hogy ideértünk, és már kezdődik a küldetés, nincs itt operáta. Az a baj, ez a sörétessel, ezzel nagyon közelről tudnánk operálni. Nyomjunk egy izét, szkenelés, nézzük át hányan vannak. Az ellopott morfiumot kéne megszerezni. Próbálunk egy kicsit kerülni, vagy nem tudom. Ugye erről beszéltem, hogy ezt méletlen sokféle éppen tudod megoldani ennek köszönhetően. Hárman vannak. Mindenhol szemét, szerintem böszme jól néz ki az egész. Nem tudom, mikor vesznek észre. Hoppa, beindult a riasztója? Neki dőltem. Aha. Azért ez jó. A sörétes az ilyen középtávolra azért nagyon oda csap. Ugye ez a tipikus fedezékben vagyok. Ezt oda durrantok. Áh! Ez jó a sörét! Soha nem használtam, de jóféle. Ez nagyon adja. Én ezt nem gondoltam, hogy ez annyira adja. Még jönnek? Aha. Még nem jönnek? Fejlövéses voltak. Nagyon jó volt. Itt van valami doboz, vagy valami csoda, nézzétek. Mi a szar van itt? Ott van egy. Minimumot érdemes nézni, mert vannak ilyen különböző pakkok, amikből például első segélycsomagot ugye V-ben be tudod nyomni, azt szereztük. Na, megint meg kell jelöltetni ezt, ugye meg kell jelöltetni ilyen GPS-szel ilyen ládákat. Csak az a baj, annak köszönhetően lehet, hogy fognak jönni, vagy olyan. Érdemes mindig fedezékbe. Ugye tartani kell a területet, hát szerintem ez nem lesz olyan nehéz. Olyan. Hostile forces approaching. Jó, hogy jöjjenek. Ez nagyon jó. Ez nekem jobban bejön, mint az SMG. Ó, gyertek közelebb, gyerek. Távolra már annyira nem. Egy első segély, ha már találtunk. Tök jó, hogy a gránátot is mutatja, hova megy, ugye. Sörét. És valószínűleg egy erősítős fog jönni. Távolra nem jó lövöldözni így, de úgy nem lesz. Aha, megjött az erősítés. Megjött a hadsereg. Majd elvégzik a piszkos munkát, de azért meg lőjünk párat. Ez is jó volt. Áh, ezt is mi szedtük le, jó van gyerekek.
Meg is csináltuk. Összeszedjük a dolgokat, amit találunk. Srácok, nem voltunk rosszak, és ez a sörétes dolog, ez kezd bejönni. Új küldetést kaptunk, meg még lehetőségünk van módosítani tárgyat, van volt valami. Itt ez mi? Ja, új páncél, jobb, ugye egy páncélnál látod védőérték legjobb, a többit azt ugye magunknál tartjuk, viszont ezt majd el tudjuk adni. Van egy maszk, ó, de jó, gázmaszk, hát az nem mutatja egyébként, hanem majd lehet különböző dolgok. Mit találtunk? Valami módon, nagyobb tár. Nagyobb tárat rászerelhetnénk a sörétesünkre, és akkor már is nekünk jobb lenne. Ugye van a vizualizáció, de van ez a... Van a vizualizáció is tök jó, mert így meg tudod nézni egyébként a különböző fegyvereket. És van... Nem ez kell nekünk, hanem tár. Nagyobb tárkapacitás. És ezt föl tudtuk rakni, és akkor hány százaléka? 11 százaléka nagyobb tár, és akkor 6 darab lőszer lett, Benedik meg az volt. Ugye? Jó, sejtem. Lehet, hogy eddig is ott volt. Lehet, hogy 11%-ban. Ugye, hogy nem fér bele, hát az akkor látszana mondjuk egy... Tudom én, egy szálas tárna, ugye 11-en lenne vagyok. Jó, mehetünk tovább. Küldetés! A rejtek helyre kell visszamenni. Tök jól néz ki egyébként. Tűz szerintem. Ez rengeteg szemét, minden lerobb. És ilyen extrém részlet lesz szerintem minden ilyen. Szemét, biciklik. Nincs olyan apró részlet, ami ne lenne kidolgozva. Nem ilyen hórkopár az utca, hanem összementek a kocsik. Minden ilyen. Szét vannak csapva. Fölnézsz rá, láttad? Lecsukódott. Beteszed az ajtókat. Be tudsz menni üzletekbe? Ez nagyon-nagyon ott van. Nekem nagyon tetszik. És ilyen helyeken például ki lehet rabolni, valamelyik üzletből ugye lehet találni ilyen különböző spéci dolgokat, amiket tudsz használni. Elektronika, ilyesmi, mert ugye van kraftolás, de tudsz ilyen, mit tudom én, fegyvereket kraftolni, vagy különböző ilyen gadgeteket. Hol kell mennem? Ja, arra. Nekem nagyon bejön. Főleg a fények is. Hát elég csúfosak lettünk, de hát ez van. Jó. Tudsz ugye itt trükközni, lámpa kilövés. Jó. Oké, megyünk a rejtek helyre. Rejtek helynek hívják. Itt ilyen shelter, vagy nem tudom, minek nevezzük. És már kettes szintűek vagyunk gyerekek. Tök jó. Belépünk is, és vannak itt még többen. Oda nézd, ez egy 265-ös szintű csáv, ez komoly. Oh my fucking god. Ő egy egyes. Látjátok, és kezdőhelyen is vannak azért bőven egyes szintek, tehát ezek mind keveskezték. Folyamatosan ugye kezdik a játékosok, ez ebből látszik, hogy bejössz ide és 10 másodperc alatt itt van X játékos. Ami elég jó dolog. Na, viszont kell beszélni valami. Igen, itt egy csomó player van. Látni is a mopon ugye. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ővel kell beszélnünk, jó. Fantastic work, agent. I think you put the lid back on this place just when it was about to boil over. We all thank you. And I wanted to say personally, rendőrös ostroma kiválasztás. Jó, várjatok gyerekek, ha menjünk szerintem, most nem adom el a cuccaimat. Tök fölösleges, én úgy gondolom. Menjünk, rendőrös ostromát kell csinálni, küldetést ki kéne választani. Jó. Felszerelési tárgy, és egy zöld felszerelési tárgyat kapunk, ugye vannak grégyei a tárgyaknak, tehát a fehér a legszarabb, mondjuk a zöld az jobb, a kék az még jobb, ugye van lila vagy akármicsoda, és akkor azok egyre jobbak. Ugye nekünk még csak itt az inventorinál látni, hogy minden egyik fehér, minden egyik gagyi cuccunk van egyelőre. Na, menjünk aztán.
próbáljunk a rendőrös ostromat megoldani. Egyébként ezeket a küldetéseket, ha akarod, akkor meg tudod csinálni másokkal, random emberekkel is. De ugye, ha kijössz innen, akkor default single player a játék, tehát nincs az, hogy belerondít bárki is a játékodba. Közben így mutatja a tippeket, hogy mit hogyan kéne csinálni. Na, itt van a rendőrség. Ez a kéne valamit csinálni. Imádom az interakciókat a tárgyakkal. Imádom. És egyébként egy ilyennél, most ide jövünk, látod? Itt leveg a felirat. És ugye küldetés normál. Ellenség szintje 3. És az F-et megnyomod, akkor tudsz állítani ezzel. Tudsz olyat, hogy berakni egy csapatba, tehát többen játszátok végig. Nehézség szintet tudsz állítani. Ha hosszan nyomod, akkor fel tudod rakni nehézre. És akkor több cuccot kapsz érte, vagy pedig jobb dolgot. Úgyhogy ez egy jó nehézség beállítása. Most akkor nehézre állítottuk, ami tényleg nehéz, ami azt jelenti, hogy iszonyat nehéz. Sok küldetésnél ugye nem biztos, hogy meg is tudod csinálni, úgyhogy tényleg akkor érdemes felrakni, hogyha csak tökös gyerek vagy. Jó, biztosítsd a rendőrös épületét és ments ki a túszokat. Jó, hát megpróbáljuk, gyerekek, nehézen, jó, hogy ne legyen olyan egyszerű. És itt, hogyha áthaladsz, akkor már kezdődik a küldetés. És ez is nagyon tetszik nekem, hogy ilyen... Agent, get that precinct back under control. If that precinct goes, we lose Brooklyn. Valahogy jobban érzem magam a tetőn. Bár sokan nem megyek a tetővel a sörétes puskámmal, ugye? Van. Keneljünk egyet. Gyerekek, ezek nem jönnek föl? És páncél van rajt. Oh my god. Gyerekek, ez nem biztos, hogy jó ötlet volt nehéz. Jó, ez nagyon nem volt ötlet. Ez nagyon nem volt jó ötlet. Granát! Nem jók vagyunk. De itt vannak ügynökök is, jó van. Mármint ilyen gépi. Jó van. Ez nagyon hosszadalmas is lenne. Hosszadalmas is lenne, hogyha én neki állnék izével. Egyébként, hogyha meghalsz, akkor nincs semmi gond, hanem visszadob így a... igen, várjál. Húzzunk innen a francba. És normál. Ja, nem jó. Ha már elkezdődött, húzzunk innen! És mi megy a küldetés? De jó! Jaj, mi gyerekek, megpróbáljuk. Nézd csak. Én hülye! Miért állítottam nehézre? Itt az elején még nagyon nem szabad. Hostiles incoming. Újraindítottuk a küldetést, ugye ide jössz, akkor lehet, csak az előbb beira voltam, meg lőttek rá.
Jó van, gyerek, no problémo. Akkor a következő a szituáció, jó. Nyugalom. És akkor normálan, jó? Mert ez egy kicsit beteg volt. Nem kicsit, nagyon brutális volt ez így. Normálon se lesz egyszerű, úgyhogy figyeljünk. Jó, vannak itt NPC-k, tehát ilyen nem játékos karakterek. Próbáljunk valami jó felezéket találni. Az a baj, a tető lesz egy hülye. Úgyhogy az baj. Ugye, hogyha normálon játszasz, más a HP-juk. Kevesebb az életük. Hoppa, gránát. Kevesebb az életük, meg nincs páncéljuk. Úgyhogy azért elég barátok itt lehetni. Fölnött tetőre egy, az pisztolja, nem tudom, de... Oké, meg volt. Jó, még volt egy a tető, de jó. Gyerekek, ez kemény ez a rendszer, nem? Ott van egy cucc, ezt fölveszem. Ja, kemény. De erről beszéltem, hogy a nehéz az nehéz. Gundi, hogyha nézi a videót, akkor látja, hogy a nehéz az nehéz. Itt nem az van, hogy úgy nagyjából nehéz. Igen, és vannak ilyen közelharci köcsögök is, meg vannak sniperek, és fent a tetőn az lehet, hogy a sniper lesz. Amit azért elég nehéz lesz sörétessel leborásznom. Ezeket megpróbálom közelebb engedni, mert... Vagy egy jobb pisztolya. Közol a bazze. És ugye, hogyha ránézel egy felezékre, akkor tudsz olyat, hogy átfutsz oda. Tehát így oda nézek, akkor nyomok egy hosszal egy pontot, akkor átfut. Epikus egyébként a zene is, meg minden szerintem tök halsz. Szeretős az a játék. Ugye a hardot azt leginkább talán multiba, kooperatívba érdemes, hogyha van egy haver. Ez azért lehet veretni. Vérzik a srác. Vannak ilyen effektek, láttátok, hogy volt ilyen csepp mellett, az azt jelenti, hogy vérzett. Jó, úgy látom, hogy jó vagyunk, megnézzük, hogy nincs valami cucc, itt van valami, lehet, hogy... Úgy látom, hogy lőszert lehet tölteni, talán, vagy nem, itt van egy táska. Oké, egy első segélycsomag, az már jó, az már röfi. Tározunk mindent, még van 122 darab sörétem. Ugye ők... ilyen GTF ügynökök, de nem játékosok. Ó, te fiú. Futás. Jó, elgólt, nem volt olyan egyszerű. Oké, jó, örüljetek gyerekek, megcsináltuk eddig. De még nem tökéletes minden, mert le kell mennünk arra.
Oh, itt van egy lőszeres láda. Ugye ez a gránátokat is feltölti, az egy jó dolog. Biztos itt a parkolóházat. Hát... szerintem ez tele lesz köcsöggel. Érdemes lenne meglepni őket egy gránáttal. Három darab? Ez nem olyan túl sok. Az ránk fog futni, az nem olyan veszélyes. Ugye, hogy ránézel, akkor látod, hogy az gránátos, az sima, ő pedig ilyen ránk rohanó stílusú. Ez jó volt, nyitánynak. Jöhet még egy ilyen. Gránátos hülye. Ugye a gránát az lehet ilyen különböző, akár smoke, vagy pedig flash. És ez fölhílelte magát, de jó volt. Pisztolyban végtelen lőszerünk van természetesen. Az a hülye szerintem fölrobban, gyerekek. Vannak ilyen különböző pontok rajtuk, hogyha eltalálod, tőlem gránátját, vagy akármit, akkor így fel tud robbanni, meg tudnak ilyen események történni. Itt valamit mutat. Valami tárgyat. Ah, itt van az. Mi volt ez? Nem fér a táskámba, valami csoda van, de nem fér a táskámba. Egy lőszer, vagy milyen szar ez? Nem fér a... de mi ez? Megtelt. Ja, gránát. Aztán azért nem akar. Egyébként ugye... lehet amortizálni a dolgokat. Megszólal egy riasztó, szóval elég ilyen összetett tud lenni. Na, de menjünk tovább. Warning. Hostiles detected. Szökrényézés. Konzerv élelem van. Ha, persze. Ujjaj. Van kettő hülye. Meglepjük őket, megpróbáljuk közel menni, mert sörétesre igazából úgy vagyunk hatékonyan. Jó volt! Nem volt rossz. Összeraktál. Kicsit kinyíltak egy-két dolgot, egy fegyveres láda, vagy egy ilyen... ó, találtunk egy fegyvert. Óha! Na! Teljes kifosztás, ezt nézzük már meg. Mi van nekünk. Ó, várjatok, bazzettem, kaptunk mi tüzéket. Fegyvereket. Ezt kaptuk most, ugye ezt használtuk, és ezt kaptuk most, ezt a G36C-t. Amelyik... páncélátütésre ad egyébként, plusz 9-et. Gyerekek, ez nem olyan rossz. Megpróbáljuk ezt, jó? Eddig még nem használtuk. Megnézzük, hogy mit tud. Addig most nem akartam le, majd nem veszem le a nagyobb tárat sörétesről. Megnézzük, hogy ez ennyire hatékony. Ugye egy, minden egyének más a célkeresztje, leginkább arra próbál hajazni, amilyen maga a fegyver. Tehát itt ilyen pisztoly. Ilyen. Várjunk. Mit csinálni, merek menni. Szabadíts ki a túszokat. Itt van a túszok. Ja, ott vannak a túszok. Észre se vettem őket. Aha, fiúk, menjetek haza. És üdött a felső szintet.
Rendben, gyerek. Alert. Hostiles detected. Annyi mondnak? 1, 2, 3? Ez jó nagy hangja van, az biztos, gyerekek. Egyébként ugye lehet szkópot szerelni fegyverekre, meg mindent, amit akarsz. Nem kerítenek be. Ölvözzél csak hülye. Nekik vannak itt gyerekek. Az egy jó felsorozat volt. Menj innen, öcsém! Azok fegyveres kezd barátom lenni, gyerekek. Ó, de nagyon király vagy. Semleges is, de rendbontók vezetőjét. Jó, de egyébként ez frankó volt, nézzük meg itt. Ja, nem, itt nincs semmi. Okay. Itt van lőszer. Rendbontók vezetőjét kell semlegesíteni. Azt meg is van egy küldetés. Itt már hármasra vagyunk. Hostiles detected. Na, ellenségek vannak. Nem is kevés, jó van. Granátok közül csak flashbangem van. Mindegy. Ez valahogy okosba kéne megoldani, nem tudom. Sok. Az a baj, hogy az ilyen vezetők azok általában ilyen bosszok. Szóval nem általában nem valami gyengék. Sajnos a perkem az nincs betöltődve. Tudjam őket spotolni. Tehát három itt van kapásból, míg alában megindíthatom harcot. A gránatosokra kéne vigyázni, mert azok ki tudnak ugratni a fedezékből, és ez nem jó. Hoppa csávó, meg beugrott oda, mint ő. Egyébként tök értelmesek, mert például nem támadnak addig, amíg én... vagy igen? Gyerekek! De támadnak, jó. És dobott egy gránatot. Milyen ezt is, hogy három darabot tud érni, kell találni? Meg is vakította őket, tök jó. Mondom, hogy mennyi ideig. Hát ez nagyon jó volt, ez jó dobás volt. Várj, ennek még nincs vége szerintem, nagyon. Viszont ez a fegyver nagy barát. Most felment a csávó. Ott van a csávó, ott az ellenfél. Van egy hatalmas páncélzata van. Jó gránátot dobja a hülye gyerek.
Ugye ezek a veletők, ezek a bosszok, ezek elég jól bírják. Tehát, meg elég jól céloznak, meg elég nagyon sebeznek, szóval minden baj volt belőle. Jaj, és dobott egy zöld cuccot, gyerekek. Mi ugye beszéltük róla, hogy ez egy nagyobb védő. Ó, mit kaptunk? Egy fegyvertartótok. Itt egy ruha. Nézzük, mik vannak. Még nincs másunk. De szuper. Meg is csináltuk? Meg is csináltuk. Oké, megnézzük a cuccainkat, mert kaptunk itt, ugye mindig itt jelöli, hogyha van valami újad és jobb. Hát, itt nincs jobb. Ugye itt ez ugyanaz, 15-ös. Kopott. Ja igen, alapban a kopott van, és ugye a szabványos, a zöld. Ez egy jobb. Ugye itt van, hogy nagy, jobb páncélt ad. A pisztoly is, tartó is igazából annyi, hogy jobb páncélt ad. Oké, másra szerintem nincs is. Viszont azért viszont ez a fegyver ez megfelel, szóval annyit csinálok, hogy a... Melyikről? Melyikkel van? Ezen van. Erről leszereljük a nagy tárat. Igen. Fegyver lecsupaszítása, igen. Rendben, és rászereljük erre. A nagy tárat. Na most van ugye 30 tár. És 33 ugye. Tök jó, 10%-a ugye megnőtt 11-el. Szuper. Azért 3 lövés is néha tud baráti lenni. Excellent work, Agent. Brooklyn is stable again. Manhattan. Manhattan is another story. Super, nice job. Let's get over there and see for ourselves. Got more agents with me now. We'll rendezvous with Agent Lau and fly over together. Commander Chang out. Ugye a következő küldetés jönne. Oh, mi ez? Fegyverek. Igen. DPS érték mutatja ugye a másodperceket is sebzést. Részletes nézet, ugye statisztikák, erről beszéltünk. Meg ugye össze tudunk hasonlítani kettő darab fegyvert, ami arra jó, hogy ugye látod egyből mind a kettőnek az értékét, és akkor tudod, hogy mégis melyik mennyivel jobb, vagy melyik mennyivel rosszabb. Oké, rendben. És ugye jön a következő küldetés, amit már nem fogok ebbe a videóba megcsinálni. Úgyhogy várlak benneteket szerintem a következőben, ha tetszik. Írjatok nyugodtan véleményt róla, mennyire tetszik nektek, mennyire gondoljátok jónak ezt a játékot. Ha nem, akkor is nyugodtan. Én nagyon szeretem egyébként élni. Nekem az egyik nagy kedvencem, mert nekem benne a top 10 játékba. És nagyon nagy olyan játékokat is, kultikus játékokat megelőz az én szememben, ami lehet, hogy nektek is jobban, jóval előbbre való. Na, és írjátok meg nyugodtan, hogy akartok-e belőle sorozatot, vagy nem. Na, jók legyetek! Csácsumi!